nézzük ezt a forgolódást, de végül Iszlai megoldotta, pont rá akartam térni, mert hogy Iszlai a legeredményesebb játékosa most a Diósgyőrnek, Brukovicsal egyetemben, mind a ketten három gólosok. A beadás középre, gól! A negyedik percben Ivanovszki révén megszerzi a vezetést a Diósgyőr. Adás bal oldalról, lesről szó sem lehet, hiszen Ivanovszki mélységből érkezik, és megrúgja a második gólját a bajnokságban. 1-0 a DVTK-nak.